Tamásiban az Aranyalma Waldorf iskola udvara megtelt kézművesekkel. Az intézmény nem első ízben ad teret a kézzel készített termékeknek. Ez a mártonnapi vásárunk egyrészt egy vásár, egy kézműves vásár, és minden mellett egy iskola nyitogató program is, amikor teljesen nyitott az iskolánk, lehet találkozni a tanárokkal, meg lehet nézni az iskola termeit, az osztályokat, tehát hogy gyakorlatilag aki már iskola választás előtt áll, annak egy ilyen program lehetőség, hogy egy kicsit ilyen kötetlenebbül ismerkedhet az iskolával, az itt tanuló gyerekekkel, tanárokkal, úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon kis szabad és ilyen együttöltős idő gyakorlatilag, hogy így ismerkedjünk, és egy kicsit ilyen más szempontból is rálássunk egymásra. Minden évben úgy tervezzük, hogy van egy őszi vásárunk, és akkor egy tavaszi is, illetve most már ugye az adventi vásár is olyan, hogy oda is mindig visszatérünk, tehát hogy lehessen velünk találkozni, beszélgetni, és hát nem utolsó sorban a termékeinkkel is akár találkozni, a kézműves termékeinkkel. Minden évben nagyon nagy szerepet vállalnak ebben a szülők, egyrészt akár portékával, másrészt ennek az egésznek a szervezésével, vagy akár a büfének az ellátmányával, tehát nagyon sok finomsággal készülnek, mindenféle csodás ételeket készítenek. Másrészt pedig portékákat is készítenek, kézműves portékákat, akár a gyerekekkel együtt, és ezeket árusítják. És mindaz, amit el tudunk itt árusítani, az visszajön számunkra, az iskola számára, és a gyerekekre fordítjuk természetesen a befolyó adományokat és hozzájárulásokat. Az iskola falain belül is számos program várt a látogatókra. A büfé incsiklandó falatokat kínált kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A felnőtteknek jógaórával készültek a délelőtt folyamán, a terem meg is telt a szülőkkel, akik szerettek volna egy kicsit elvonulni a világ zajától és átmozgatni testüket. Amíg a felnőttek jogáztak vagy épp beszélgettek, addig a gyerekek elvonulhattak a játszósarokba, vagy kézműveskedhettek egy másik teremben. Én most szabadultam ki a büféből, mert eddig ott voltam, mint szülő, és sütöttem a palacsintát, és amikor kinéztem, így nagyon meglepődtem, hello Zelma, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, és nagyon sok új arcot látunk, aminek borzasztóan örülünk, hogy így jönnek és megnéznek minket. Az ötödikesek egy előadással színesítették a délelőtt programjait. Az elmúlt időszakban a János Vitézzel foglalkoztak, amit egy felvonásos vásári komédiaként láthattak az érdeklődők tőlük. Most már hetek óta gyakorolják ezt a darabot, és egy dráma előadásban most, mint egy ilyen vásári komédia így előadják, és nagyon-nagyon izgulnak, és nagyon várják már. De én úgy gondolom, hogy ebből még lesz több előadás is, mert hogy nagyon sokan vagyunk, és lehet, hogy nem is tudja mindenki megnézni. Az esemény idén is sok érdeklődőt vonzott a hűvös őszi időjárás ellenére is. A szülők örömmel készülnek az ilyen egész közösséget megmozgató rendezvényekre. A Tamás Aranyalma Waldorf iskolához mi tavaly csatlakoztunk, most az én fiam már másodikos, és maga a mártonnapi jótékonysági vásár is tavaly volt először. Számunkra ez minden évben egy olyan esemény, ahol mint szülők össze tudunk kapcsolódni, és egyre több olyan külsős családot is meghívhatunk, akik még nem ismerik az iskolát, nem sok mindent tudnak a Waldorfról, és gyakorlatilag itt nem csak a gyerekek, hanem mi felnőttek is kézműveskedünk, tehát készülünk erre az eseményre, a büfét megtöltjük mindenféle finomsággal, és a gyerekek pedig már előtte az első pár napban, hétben folyamatosan ötletelnek, hogy miket lehetne hozni erre a jótékonysági vásárra, illetve mindenki jelentkezhet, hogy mesét szeretne olvasni, vagy a játszósarokba szeretne valami extrát beletenni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert nagyon jól építi a mi közösségünket, és így nagyobb híre is tud menni, tehát olyan külsős emberek, családok is betekintést nyerhetnek az iskolába, akik nem ismerik, hogy mi ez a Waldorf, milyen szellemiséget képvisel, és ez egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy a közösségünket bővíteni tudjuk. Szerintem azért jó ez a nap, mert hogy összegyűlhet egy csomó ember, és szerintem ez jó, hogy így jöhetnek családok, barátok, lehet ismerkedni, és ez szerintem nagyon jó. Neked mi a legnagyobb kedvenc itt a mai napban? Hát, ez nehéz kérdés, mert itt sok minden jó. Nagyon sok minden.
A nap végén kijelenthetik, hogy idén is sikeresen zárult a Waldorfosok Mártonnapi vására Tamásiban.